Peti, hát én nem is tudtam, hogy tiétek a szlovarikszám. Hát annyira jó, hogy ezt te írtad, tehát ez marra jó. Tehát akkor magyarul bejött az, amit te terveztél, hát hogy bejött, ne legyen előítélet. Csak aztán nehéz volt megértetni az emberekkel, hogy amúgy, akkor elmegyünk koncertre, akkor ez nem egy feltolgozás, hanem ez a saját szám. Dalotok. Nemrég ismét zsűri voltál egy bizonyos produkcióban, de mi is ez? István a Király iskolában, hogy marha izgalmas volt, és szóval egészen elképesztő élmény volt, hogy ülök otthon, és hát emlékszem, hogy Bogival együtt ültünk otthon, nem zsűrizett, de hát mondtam, hogy figyelj, ez neked is nézned kell, hogy ülünk órákon keresztül, és százasával nézzük a 6-tól 15 éves korig a kisgyerekeket, hogy énekelnek István a Királyt, egészen elképesztő produkciók voltak, és hát az, hogy egyébként meg tündéri volt a dolog. Tehát az, hogy tudod, hogy nem slágereket énekelt, nem Dua Lipa volt, Ed Sheeran, hanem Fródi Szörényi szerzeteket. De jó, hát azért ezek is slágerek. Hát persze, slágerek, sőt, csak tudod, másik generáció. Ja, persze, meglepő 4 év X-faktorozás után, hogy gyerekek ilyen dalokkal jönnek, és kidolgozzák, és jelmezeket csinálnak, díszletet csinálnak, csoportosan csinálják a feladatot, és egyébként egy-két egészen kiváló dolog volt benne, pont amiatt, hogy találkozott maga az eredeti mű a gyerekeknek a social media fogantatásával, hogy egyszerűen már a kezükben van, hogy az agyukban van a vágás, a fényelés, az utómunka, hogy nekik ez már teljesen, amit én a szüleimnek, meg hát néha én is csak így tanulok YouTube tutoriálokból, ők végig is már teljesen normálisan kezelik, hogy ez a világ legegyszerűbb dolga, úgyhogy emiatt szerintem egy nagyon-nagyon érdekes élmény volt, és örülök neki, mert ráadásul egy sokkal egyszerűbb zsűrizés volt abból a szempontból, hogy végis itt nem emberek életét kell meghatároznod, hogy figyelj, neked nem ez a pályád, te ne álmodozz el előtt, neked ez a pályád, téged így kell segíteni, hanem gyerekeket, akiket igazából motiválni kell, és örülni kell annak az élménynek, hogy ők összeálltak, és erre tették fel az idejüket, meg az energiájukat, hogy mint egy iskolás feladat István a Királyt énekeljenek. Igen, érdekes, nem is régen Szörényi Őrssel beszélgettem erről. Mi lesz ennek a folytatása? Ő is ugyanezt említette, hogy mennyire élvezte, és hogy imádta, és milyen jó dolog volt gyerekekkel. Ráadásul, ha jól tudom, nem csak Magyarországon belül, tehát a határokon túli gyerekeket is meghallgattatok. Én néztem a videókat, és egyébként egy-két videó volt, és akkor kommentálgattam is hozzá, hogy bárcsak én rendezhetném ezt a feldolgozást. Annyi fajta iskolai feldolgozása volt az István a Királynak, hogy tényleg jó volt látni a palettát, hogy jó volt kicsit ráeszmélni, hogy vajon a szülők milyen színházakba vihetik a gyereket. Tehát, hogy egyszerűen visszatükröződött, hogy valószínűleg ez az iskola ebben a színházba jár, abban a színházba jár, ők így fogták meg a dolgot, ilyen jelmezeket csináltak, más felfogás, és szerintem ez az, amit én például utálok. Tehát én ki vagyok attól a gondolattól, hogy miért kell ezeket a klasszikus darabokat most modernizálni? Hát mert erről szól a színház, hát erről szól a művészet, erről szól a kreativitás, hát, hogy fogunk egy örök klasszikust, ami igen. Azért örök klasszikus, mert van egy mondandója, ami az emberiségnek az alapja. És az az izgalmas benne is a színháznak, hogy ezt aztán folyamatosan színezzük, és új gondolatokat adunk hozzá. Úgyhogy ez volt jó az István a Királyban, hogy azért ezt Pepitában láttad, hogy a gyerekek mit adnak hozzá a történelmi személyiségekhez. Ha te választhat nál egy szerepet belőle. Te melyik szerepet játszanád el? A rendezőt. Az a igazság, hogy most már rendező. Tehát annyi feldolgozásra láttam az István a Királynak, és valami annyira élvezem mindig az István a Királyt. Tehát ugye nem is tudnék olyan mondani. De gyerekként sem akartál lenni Koppány, vagy nem tudom én. Lenni a valahogy az István a Király ebben a szerepek miatt valahogy úgy nem fogott meg, hanem mindig a legendája fogott meg, és azt, amikor tényleg azt láttam, hogy mennyi értelmezés van az István a Királynak, és nekünk milyen fontos, hogy ezt tényleg minden egyes korszakban értelmezzük, és lehámozzuk azt, hogy úristen, azért ezek nem kétdimenziós karakterek, hanem sokkal több van bennük. És azt látni, hogy azért most már ennek történelme van az István a Királynak, hogy éppen melyik évtizedben melyik oldalát emeltük ki ennek a történetnek, ami egyszerűnek tűnik, hogy jó van, államot alapítunk, és azt mondjuk, hogy én vagyok a király, és akkor mostantól ilyen vallásúak leszünk, pedig ennél sokkal több van benne, és szóval szerintem csodálatos történet. Mennyire sűrűek a napjaid manapság? Hát, nem mondanám, hogy túl sűrűek a napok, igazából most lent is élünk Győrben Bogival, hát az elmúlt 3, lassan 4 hónapban végül győri lakosok vagyunk, úgyhogy ritkán járunk fel. Hogy pont Győrre esett a választás? Bogi győri. De ő is Budapesten élt nagyon sok időt. Igen, de úgy gondoltuk, hogy a szülei
ott laknak, én szüleimet is leköltöztettük Győrbe, úgyhogy végül is hogy hármad így el voltunk így három kis háztartásban minden nap. Gondoskodtunk a szülőkről, gondoskodtunk egymásról, hogyha bármi lesz, akkor mi ezzel közelben legyünk egymással, és igazából csak tényleg egymásra kelljen érintkezni. Úgyhogy egyébként meg egy szép időszak volt így, hogy végül is nem történt semmi, vagy nem volt nagy tragédia. Én hát azt mondom, hogy végül is egy nagyon-nagyon hasznos és nagyon érdekes időszak volt. Ugye nyilván ez publikus, hogy te a Bogival vagy együtt. Lesz-e? Nyilván ezt is sokan kérdezték, lesz-e duett például? Szerintem lesz majd, de... Szerelmes duett lesz, vagy vidám dal? Jó kérdés. Hát biztos nem poszt-apokaliptikus punk lesz, bár meglátjuk, hogy akkor ez a klímavész helyzet. Merre felé megy a világ, igen. De lehet, hogy még az is benne van. Lesz még, csak Bogi is úgy van bele, hogy tudod, hogy megvárni a legjobb pillanatot. Tehát akkor tényleg leülünk, mert végülis egy dalt már írtunk együtt, a két felet, az én dalom, de azt csak együtt írtuk. De az is egy olyan volt, hogy leültünk, zongonázgattunk este, megtanultunk egy dalt, feldolgoztunk, és akkor jöttek ötletek belőle, és írtunk egyet. Úgyhogy úgy vagyunk fel, hogy hát majd amikor így megfelelő pillanat lesz. És erről nyilván sokat beszélgetünk, hogy Amerikában mondjuk ez hogy lenne ez a dolog, tehát valószínűleg már 150 szerző dolgozna azon, hogy legyen egy duettünk és az világslágere legyen, de ezt mondta Bogi, hogy mi Magyarországon vagyunk, szerintem ne ebbe gondolkodjunk, hanem abban gondolkodjunk, hogy ez végül is egy örömteli pillanat legyen majd, amikor a duett megszületik. Érdekes, hogy mondtad Amerikát, volt egy dalod, azt hiszem valamikor a tehetségkutató után a piramisnek, a volna két élete. Igen. Nyilván ez is egy adja magát a kérdés, hogy ha lenne egy másik életed, abban mit csinálnál, hol élnél, kivel élnél, mivel foglalkoznál, földrajzilag hol élnél? Nyilván adja egy kicsit a választ, hogy amúgy marha elégedett vagyok az életemben, a rengeteg hiba ellenére, vagy rengeteg dolog van, amit nem tudom, hogy változtatnék, de azért mégis lenne hajlam rá, vagy hogyha visszamehetnék, akkor máshol csinálnék, de hogyha máshol élhetnék, nagyon nehéz kérdés. Én Boginak mondom mindig, hogy én Seattle-ben nagyon szívesen élnék. Soha nem jártam ott, csak képeken láttam, de valahogy Seattle-ben... Miért pont Seattle? Mert van hegy, valami. Van tengerpart, egyetemi város, Kurt Cobain, sok zenei kötődés van. Valahogy azt érzem, akkor hogy Seattle. Akkor te azért már sokatszor említed, van egyfajta ilyen rock zenei vér. Van, ugye abszolút, említetted abszolút. Most a Nirvánát, előtte mondtad a post-punk műfajtól. Abszolút, tehát a gimis éveim ezek. Érdekes, hogy ehhez képest mégis, ha nem haragszol ezért a kategóriáért, inkább a popzenében tevékenykedsz manapság, és a populárisabb kultúrában. Igen. Hát persze így szoktam gondolkodni amúgy, de szerintem például egy... Hogy vagy mikor jött ez a változás, vagy minek hatására? Hát én úgy érzem, az egyetemi éveim alatt jött egy változás, amikor egyrészt elkezdtem bulikba járni, volt még Kultiplex, Drum & Bass bulikba jártunk, elektronikus zenei bulikba jártunk, gimisatra jártunk, és akkor elkezdődött egy ilyen váltás, és amikor jött a Megasztár, akkor meg aztán főleg jött egy teljesen új impulzus, hogy amilyen zenészeket ott megismertem, amilyen stílusban játszottak, mert szerintem az volt végülis a nagy találmányom, hogy nagyon gyors voltam másokhoz képest, nagyon gyorsan lecsaptam a lehetőségre, és hát végig is ebből alakult ki, hogy Olász Szabival, Hegyi Dáviddal, akik igazából mondjuk az Olász Szabi akkor pont a Fresh Fabi-ban játszott, de pont ebből, hogy Hegyi Dávid... Egy újabb rockzenekar. De Hegyi Dávid inkább jazzben, inkább smooth jazzben volt otthon, és akkor ez a kettőből így összeállt az, hogy az én végül is mixerkedésemmel összeállt az első lemezem, ami egy mégis tényleg egy nagyon színes, és talán ez volt a hibájás annak a lemeznek, hogy egy borzasztóan nagy spektrumon mozgó zenei kalandozás volt, ami még nem találta meg a karakterét, és talán ez az, ami beérett 8 évek és a Bieber-ben, hogy azért az megtalálta a Bieber hangzást, vagy a saját hangomat. Erre már egyértelmű mondhatod azt, hogy ebben a zenekarban, vagy ebben a műfajban te hazaértél. Abszolút. Mert ez az, amit régóta akartál. Ugye nagyon érdekes, hogy itt többnyire vagy sok túlnyomorészt angol nyelvű dalok is vannak. Igen. Annak mi az oka, hogy angolul énekelsz? Kizár ez valamit a magyar közönség elől, vagy úgy érzed, hogy nagyobb szegmens nyitott meg előtted, vagy előttetek? Hát nagyon érdekes, mert egyrészt azért csináltam az angol nyelvet, mert hogy ne ismerjék fel a hangomat, ne legyenek az emberek előítéletei, prekoncepcióik, hogy Puskás Peti nem szeretem, utálom azt a majmot a tévéből, tehát tök mindegy, milyen zenét csinál. És én is úgy voltam bele, hogy igazából előtte Csillagok, meg Légöm című dalaim voltak, amik nagyon lírikus, zongorás, remélhetőleg kultúrát pop volt. És hogy azért elég nagy váltás lenne, hogy hirtelen belecsapok az elektro dance, szinti dance műfajába, és közben
buliról, alkoholról, csajokról, szexről énekelek benne, meg fesztivál élményekből, tehát lehet, hogy egy nagy váltás lenne a Csillagok után, és azért elkezdtük angolul csinálni, és a társaság nagyon jó csillagzat alatt született, mert ott azért a Soaring kívül a Dance is nagy rádiós láger lett, a Summer Love Post is, és érdekes, hogy pont ez lett a hátránya, hogy aztán még ma is van, amikor pont pár nappal ezelőtt az egyik rég nem látott ismerősöm azt mondja, hogy Peti, hát én nem is tudtam, hogy tiétek a Soaring szám. Hát annyira jó, te ezt írtad, hát ez maharagos. Tehát akkor gondolom, magyarul bejött az, amit te terveztél, hogy bejött, ne legyen előítélet. Csak aztán nehéz volt megértetni az emberekkel, hogy amúgy, akkor elmegyünk koncertre, akkor ez nem egy feltolgozás, hanem ez a saját számot. Dalotok, csak ennyire ismert lett, igen. Úgyhogy ez egy érdekes pillanat az életnek, vagy egy ilyen, ez a fajta mém, amit, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, amit kitaláltam, az végül is egy picit visszacsapott, de hát azt mondom, hogy mégis az alap sikert ezt hoztam meg. Egyébként érdekes, több interjúban is említetted, hogy volt egy, hát hogy finoman fogalmazok, rossz fiús időszakod, amikor igen, azért igen. Te belecsaptál az életben, az minek hatására változott meg? Kaptál egy nagy pofont? Valaki jelzett neked, hát ahogy az előbb mondtad is, hogy mivel illettek, hogy az a tévés ma jobb, tehát azért kaptál te bőven rossz kritikát. Persze, ennek mi volt az oka? Maga a bulizások, én azt gondolom a 20 éves fiatalságom volt, ahogy szerintem a legtöbb 20 éves, amikor kijön az egyetemről, vagy már egyetem alatt, és hát végülis elég gyorsan beindult az élet, tehát 21 évesen már sorozatban szerepeltem, volt jó megélhetésem, ismert voltam, azért például jóban, rosszban elképesztő. Hát neked egyébként tényleg gyorsan jött nagyon a siker. Nagyon, és 19 év Megasztár, közöttől jövő évre már rájött a film, színház, sorozat, zenélés, tehát hogy tényleg ölembe hullott minden, és akkor úgy is voltam bele, hogy végülis pénzem van, családom még nincsen, úgyhogy lehet menni. Az élet királya. Persze, tehát akkor tényleg egy kicsit, nem kicsit, szóval azért gyakorlatilag néha azt éreztem, hogy a Corvin tetőn élek, tehát hogy gyakorlatilag az én albérletem. És aztán azt gondolom, hogy egyrészt öregszik az ember, talán okosabb lesz, bölcsebb lesz, és már inkább arra vágyik, hogy a szeretteivel együtt legyen, hogy inkább úgy megy, hogy hát egyrészt már azért másnaposan más dolgozni 21 évesen, meg 31 évesen, tehát szerintem ezt is, hogy kicsit nehezebben bírja az ember, de alapvetően szerintem ez változott meg bennem, hogy igenis jobb, amikor többet lehetek együtt a barátaimmal. De volt egy konkrét pofon, amikor az élet mondjuk elvette tőled a dolgokat? Tehát volt-e olyan időszakod, amikor nem kaptál megrendelést? Ja, igen, abszolút. Nem volt annyi munkád, volt, azt hogyan érted? Volt. 25 évesen volt egy ilyen, amikor ráadásul minden bejött. Tehát akkor nyertem meg a komédiát, az iJumel világért, rengeteget játszottam színházban, tehát volt olyan, hogy egy nap három próbám is volt, és valahogy valamilyen Már tényleg már ilyen hülye indokokkal próbáltam az egyeztetést, mert hogy nem mondhattam azt, hogy figyeljetek, igazából nekem egy másik helyen van próbám, tehát nem tudok jönni. Szóval az és akkor azt gondolom, hogy el is hittem, és úgy gondoltam, hogy mostantól tök jó, csak fel kell vennem a telefont, és egyenes út a siker, és akkor jött egy, tényleg, mint amikor nem hiába mondjuk az, hogy elzárják a csapot, tehát tényleg az volt, hogy bemutattuk az utolsó előadást, a Nyomorultakat, ami egy ebben a szériában volt, amikor rengeteget próbáltam, és onnantól kezdve egy évig semmi. És üldögéltem otthon, és akkor arra gondoltam, hogy fú, hát ez borzasztó, tehát ezt nem gondoltam, hogy ez így arcon fog csapni ez az érzés, ilyen hamar, főleg egy ilyen időszak után. És az a két hónap önsajnálat után erőt vettem magammal, és úgy gondoltam, hogy na jó, menne elég ebből az önsajnáltatásból, meg az, hogy hibáztatom a világot ezért. Valószínűleg én vagyok ezért a hibás, ami történt, és akkor elkezdtem minden nap úszni, elmi énekórára, zongorázni, tanulni, új dalokat írni, és arra készültem, hogy jó, hát hogyha újra színpadon lehetek, akkor megpróbálok nem olyanban, hanem jobb formában lenni, mint amiben voltam. Tényleg, hogyha a mostani életemet hasonlítom össze a 10 évvel ezelőttivel, tehát tűz és víz. Tehát azt gondolom, hogy most már otthon szeretek lenni, a szeretteimmel, Bogival szeretek lenni, kevesebbet dolgozni, nemet mondani felkérésekre, mert egyrészt úgy gondolom, hogy tényleg nagyon meghajtottam az elmúlt 10-15 évet, de úgy is érzem, hogy igazából vannak fontosabb értékek, mint ebben, amiben belepusztulunk, és talán pont a karantén is erre egy jó eszmélés volt, hogy
hogy miért gondoljuk azt, hogy de nem, hogyha megkérdezzük egymást is, hogy hogy vagy, és rengeteg melón van, tehát hogy 5000-re sem felbüszkélkedünk, nem, hogy minden szuper, rengeteg melón van, mint hogyha az ember életének ez lenne az egyetlen értéke, hogy rengeteg melója van. Mint hogyha nem lenne rengeteg melója, vagy kevesebb dolgozik, akkor az nem lenne. Rosszul van a mérlegre téve, akkor valami rosszul, és pont az egyik kollégám mondta múltkor, hogy ő most elkezdte úgy lemondani a melókat, hogy felhívják, és nem hazudik, tehát őszintén mondja, hogy hát figyelj, sajnos nem érek rá. Miért van valami más? Nem, csak a családdal szeretnék lenni. Wow. De akkor nem tudod elvállalni? Nem, mert számomra ez ugyanolyan program az életemben, hogy családdal vagyok, és sajnos nem tudok mondani, és érdekes, hogy mondja, hogy még mindig egy év után is néha nehezen értik meg, hogy ez akkor miért mondod le? Ezek szerint szabadidőd van? Tehát el tudná jönni. Máshová kerültek a súlypontokban. Én is így vagyok vele, hogy most már azt érzem, hogy igazából harmóniában vagyok magammal és a környezetemmel. Túl vagyunk, vagy legalábbis reméljük, hogy túl vagyunk ugye a víruson, a karanténon, a bezártságon. Hogyan alakul a Bieber's zenekar nyara, vagy esetleg a nyár végi időszak? Mert ugye nagyjából augusztusig szinte maximum próbaterembe vagyunk kényszerítve. Most már próbálunk is, most már hetek óta. Egyrészt azért, hogy legyen próba, tehát hogy kezdjünk úgy felpörögni, hogy visszaszokni ahhoz, hogy igen, le kell ülni dalokat tanulni, meg kell azokat csinálni, ki kell találni, hogy ugye érezzük megint egymást. Hát abból a szempontból is érdekes az augusztus, hogy viszont most augusztus végén, ahogy elindult 15-én, gyakorlatilag beülünk a buszba, és minden este bepótolunk valamit, fesztiválokat, rendezvényeket. Másrészt meg tele vagyok új ötletekkel a szóló miatt is, hogy azért, és az elmúlt 6 hónapban 5-6 klip jött ki, azokat hogyan tesszük be a setlistbe, hogy szükség van rá, hogyha esetleg szükség van rá, hogy hogyan dolgozzuk fel, hogyan tudjuk a hangzást összehúzni. Másrészt pedig, ami újdonság a Bieber-ben, hogy elkezdtünk feldolgozásokat csinálni, amit nem azért, hogy koncerten felhasználjuk, hanem egyáltalán azért, hogy azokat a dalokat, amiket szeretünk, inspirálunk belőle, azokat megtanuljuk, és hát azokat tovább tudjuk fűzni, és hogy egyáltalán dolga legyen a zenekarnak, hogyha nem is tudunk heti, havi 4 dalt kihozni, de egyáltalán dolga legyen a zenekarnak, és műveljük, és egyre jobban összecsiszolódjon a zenekar, meg hogy fejlesszük magunkat, mert például most 80-as évek feldolgozásait csináljuk, azért az igazság, hogy szóval azért ott vannak nehéz éneklések a 80-as években, tehát ott azért néha azt érzem, hogy kiktől válogatunk? Hát amit tegnap gyűrtünk, egyrészt Phil Collins, tehát azért végülis egy magasra tettük a lécet így a próbán, másrészt pedig az AH-nak a Take On Me, amit csináltunk, és azért az is egy kemény feladat, mondom, azért ennek volt skálája, volt kiterjedése a hangjának ennek a csávónak. Úgyhogy jól esik nekem is, hogy egy új feladat, amikor már azt gondolom, hogy jól megteltem a hangomat, de végülis miért ne tudnám ezt tovább fejleszteni. Neked mi a motorod, ami téged visz tovább? Mi visz tovább? Ami kihozott, ahogy említetted annak idején, egy rossz gödörből, mondhatni egy ilyen depressziósabb korszakból. Tehát mi az, ami neked megint újra erőt ad? Megint újra erőt ad? Szerintem a visszajelzéseknél nincsen fontosabb. Uh-huh. Tehát azt érzem, hogy és azt látom is, ahogy a közösségi médiát, és nyilván én is figyelem, hogy mások mit csinálnak, hogyan beszélgetnek. Nagyon érdekes, hogy azt veszem észre a social médiában is, hogy nem csak valakinek a zenei stílusa tud változni, hanem maga a beszéd stílusa, a retorikája, hogy azt vettem észre, hogy emberek elkezdtek káromkodni a közösségi médiában, akik eddig nem káromkodtak. És egy kicsit szomorúnak találom, hogy azért, hogy ettől fiatalosabbá váljon, hogy divatosabbá váljon, hogy trendivá váljon, hogy most ez a zenei stílus menő a gyerekek között, akkor én is elkezdek ilyen őszintén, nyíltan és káromkodva beszélni, és ilyen hétköznapi stílusban, ezt egy kicsit olyannak találom, hogy hát igazából minek? Tehát, hogy akkor valami gond van, hogyha 30-40 éves emberek még mindig azt gondolják, hogy nekik amúgy még kereskedniük kell önmagukat, és tizenévessé válni, és gimnazistává válni. És ez az, amit én visszajelzésként nagyon örülök, hogy lehet, hogy volt időszak, amikor nem voltam sikeres, volt időszak, amikor jobban sikeres voltam, volt, amikor meghatározó volt egy dalunk, és aztán volt, amikor 10 egyáltalán semmit nem nyomott alatban. De szeretném azt folytatni 20-30 év után is, hogy én így beszélek, ez az én stílusom,
így szeretek kommunikálni, és igen, öregszem én is, bár még mindig így is. Rajtad azért még nem látszik. Ez egy kis hűs képen van, de attól függetlenül is öregszem, idősödöm, és egyáltalán nem baj, hogyha már olyan dolgokkal foglalkozom, ami ebben a korban megérnek, és hogy már nem 20 éves, vagy nem azt gondolom 36 évesként is, hogy nekem minden este le kell mennem, és csajoznom kell, és részegnek kell lennem, és aztán rockstárkodnom kell, mert most a más értékeim vannak, és ezekről kell most énekelnem, ezekről kell beszélnem, és ezeket meg kell őriznem abban, hogy a miém vagyok.